Tisztelt Országgyűlés, Beerta Szilvia, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek, kit terhel a felelősség címmel. Fónagy János államtitkár úr a kijelölt válaszadó, hogyha elfogadja a képviselő asszony, ebben az esetben önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, mindenki előtt ismert, hogy pénteken műszaki hiba miatt teljesen leállt a Liszt-Ferenc repülőtér. A fősodratú médiában közöltek a helyzetet, bagatelizálni igyekeznek, viszmajorként beállítani a hibát. Ezzel szemben az az igazság, hogy a normális karbantartási munkálatok hosszú idő óta történő elhanyagolásának a következménye ez a hiba. Nem viszmajor, hanem előre megjósolható volt és csodával határos, hogy nem történt miatt a komolyabb tragédia akár a légiközlekedésben, akár a dolgozók közt. Itt valódi felelősséget és kártérítési kötelezettséget lehet és kell megállapítani. Mert ez tömegek számára okozott anyagi és nem anyagi kárt, nem utolsó sorban Magyarországnak is. A nem anyagi kárba beleértve azt az újabb nemzetközi presztízsvesztességet, amit ismét el kellett szenvednünk a magyar légiközlekedés minősége és megbízhatósága terén. 2009-ben szintén a karbantartás hiánya miatt a 2/A terminál állt le, majd a Malév csődje következett, ezután az 1-es terminál bezárása, és azóta tartó sátortábor jellegű balkáni állapotokat idéző körülmények, most pedig a teljes reptér leállás. Államtitkár úr, meddig asszisztálnak még ehhez? És ha a kormány nem tud róla, akkor itt hívom fel a figyelmet, hogy a karbantartási munkák elhanyagolása miatt számos hasonló típusú, úgynevezett váratlan műszaki hiba várható még a jövőben, amikből nem biztos, hogy ilyen egyszerű műszaki hiba lesz, hanem lehet, hogy esetleg tragédia. A privatizációs szerződés szerint a reptér tulajdonosának kell biztosítania a reptér megfelelő üzembiztos működését. Információink szerint ennek a hibának a bekövetkezte előtt a légirányítást végző Hungarokontrolltól többször is jelezték a repteret üzemeltető Budapest Airport felé, hogy sürgősen el kell végezni a karbantartást. Ez mégsem történt meg. Ezek után hogyan állíthatják, hogy ez viszmajor? És miért nem kezdeményeznek vizsgálatot, hogy volt-e ilyen levél? Ha igen, akkor pedig miért nem történt meg a karbantartás? Államtitkár úr, nem érzik felelősnek magukat, és nem gondolják, hogy átfogó vizsgálatot kellene kezdeményezni, hogy megtalálják a felelőst, és megelőzzék a további ilyen eseteket. Várom válaszát. Fónagy János államtitkár úr válaszol. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony. Engedje meg, hogy a válaszom végével kezdjem, mert mindenképpen szeretném, ha nem futnék ki az időből. Ugye 2005 végén kötött vagyonkezelési szerződést a Budapest Airport ZRT, amelybe a vagyonkezelést és ebben az ön által említett folyamatos karbantartást is vállalta. Ennek keretében egyebek mellett neki mintegy 260 millió euró speciális fejlesztést kell végrehajtania. Többször módosított szerződés alapján 2013. december 31-ig. A Budapest Airport ZRT 2012. júliusában és novemberében valóban benyújtott a fejlesztések megvalósításáról végteljesítést. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a végteljesítést nem fogadta el, és minden ezzel kapcsolatos, valamint ön által említett kérdésben általános vizsgálatot rendelt el. Tehát ez a folyamat, ez megkezdődött és folyik. Ami pedig a legutóbbi eseményt illeti, ennek abban tökéletesen igaza van, hogy ugyan a repülőtér az ismert privatizációs előzmények után magántulajdonban van, de a működése az a magyar államnak, a magyar társadalomnak egy elsődleges érdeke, hiszen az ilyen és ehhez hasonló üzemzavarok, azok nem csak vállalati kárt, nem csak egyébként sok ezer utasnak a más egyéb eljárásokba érvényesíthető kárát, hanem bizony a Magyarország megítélésébe is sérelmet okoznak. Ezért meggyőződésem, hogy erre az illetékesek ezt külön vizsgálni fogják. Beerta Szilvia képviselő asszony, egy percben.
Ezt igazán örömmel hallottuk, tehát akkor ezt vehetjük egyfajta ígéretnek, hogy meg fog történni ennek az esetnek a kivizsgálása a médiában megjelent hírekkel ellentétben, ahol azt közölték le, hogy nem indítanak sem vizsgálatot, sem nyomozást, semmilyen szinten, mert Viszmajornak tekintik. Tehát erről konkrét nyilatkozat is született meg. Ez azért fontos ez a kérdés, mert az állam kormányzati döntés nyomán önként vonult ki ugye a Budapest Airport tulajdoni jogköréből, és ezáltal lemondott a felügyelőbizottságban és igazgatóságban meglévő delegált helyekről is, tehát nyilvánvalóan nincs beleszólása és nincs rálátási joga, hogy mi történik a Budapest Airportban. Ez már a Fidesz kormányzat alatt történt, tehát ez ugye 2011-ben. Továbbá példátlan módon határozatlan idejű működési engedélyt adtak ki szintén 2011-ben, tehát itt nagyon komolyan felmerül a jelenlegi kormányzat felelőssége is, ezért érdeklődve várjuk a vizsgálat eredményét. Köszönöm. Fónagy János államtitkár úr, egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony, ismétlem a Budapest Airport által 2012-ben benyújtott teljesítési jelentésnek Magyar Nemzeti Vagyonkezelő általi felülvizsgálata és elbírálása folyamatban van. Ennek lezárását megelőzően nem tartom indokoltnak a szerződéssel kapcsolatos felelősségi kérdések felvetését, mind a szerződés teljesítését általában, mind a legutóbbi eseményeket természetesen az erre illetékes szervek figyelemmel kísérik, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren hasonló esetek ne fordulhassanak elő. Köszönöm szépen a figyelmet.